ez a Joe Dispenza bázeli háromnapos elvonulásnak az összefoglaló videójának a második része, még lesz egy pár. Most szeretném az első napot pénteket összefoglalni pár szóban csak, mert igaz, hogy 2 óra volt, amiben Joe elmondta, hogy mire számítsunk a hétvégén, szombaton és vasárnap, viszont abban a 2 órában is annyi hasznos információt, annyi szuper élményt adott át, hogy szerintem érdemes neki szánni egy pár percet. Onnan indultunk, hogy legutoljára 3 évvel ezelőtt volt hasonló programja, és a legutóbbi progresszív elvonuláson olyan élményeket, olyan tapasztalásokat éltek át az emberek ott, hogy az felért a 7 napos egész hetes elvonulásával, úgyhogy mindenképpen feljebb akarta tenni a lécet, és szerintem ez sikerült. Arról beszélgettünk, hogy ha új életet akarunk, akkor új gondolatokra van szükségünk, mert ugyanazok a gondolatok, ugyanazok az érzések, ugyanazokat az idegpályákat fogják bekapcsolni, ezáltal nem fogjuk újra generálni saját magunkat, nem lesznek új idegi kapcsolataink, és ugyanazokat a válaszokat is fogjuk adni az élet kihívásaira. A bevett szokások tartanak minket biztonságban, de ez a biztonság, ez azzal a hátránnyal jár, hogy nincs benne a változás, nincs benne a fejlődés lehetősége. Hogyha ott maradunk abban a biztonsági zónában, akkor nem tudjuk kihozni magunkból azt, amire valójában képesek vagyunk. Hogy az emlékek szerint, ami ugye a biztonságot jelenti, mert emlékszem rá, tudom, hogy hogy működik, bármiről is legyen szó, akkor ugyanaz az emlék, az ugyanazokat az érzéseket, ugyanazokat a gondolatokat fogja bekapcsolni. Viszont ezek az emlékek, ezek már nem valósak, már nincsenek velünk a jelenben. Ehhez nekünk ezt el kell képzelni. És ilyen szempontból a testnek teljesen mindegy, hogy mit képzelünk el, a múltat vagy a jövőt. És ha elképzelünk egy olyan jövőt, amiben bizonyos módon érezzük magunkat, ahogyan ott működünk, ahogyan ott részt veszünk benne a saját új életünkben, a test ezt úgy fogja feldolgozni, mintha már meglenne, mintha már ez történne velünk, ez lenne a valóság, és ehhez fogja igazítani a kémiai, neurológiai és egyéb eszközeit, hogy aszerint működhessen. Ugyanakkor ezt még Tony Robbins-tól tudjuk, hogy az agyunk az 2 millió éve nem változott semmit, még mindig 1.0-án van, és megtesz mindent azért, hogy az ismertben, a biztosban tartson, mert ugye az elsődleges feladata az, hogy megvédjen minket minden veszélytől. Lehet, hogy van valami a múltadban, ami nem is jó, nem is hasznos, de nem nyírt ki, ezáltal az agyad ezt úgy detektálja, hogy ez egy olyan dolog, ami életben tart kvázi, mert nem haltunk bele. Ha nem haltunk bele, akkor maradhat. Gondolja a kapcsolatokra, emberi párkapcsolatokra, munkahelyekre, egy csomó olyan dologra, amit fenntartanak emberek csak azért, mert tulajdonképpen nem pusztultam bele, akkor maradhat, nem? Igaz, hogy nem vagyok benne boldog egyáltalán, sőt, a langyos víz az sokszor még rosszabb is, de nem hagyom ott, mert ismerem, és ha ismerem, akkor kiszámíthatom. Ez meg azt okozza, hogy a kiszámítható múltból lesz egy kiszámítható jövő, ami dögunalom és egyáltalán nem a fejlődéshez vezet. Szó volt még arról, hogy 35 éves korunkra az átlagember legalábbis az életének a 95%-át azt autópilóta üzemmódban éli. Tehát egyáltalán nem vagyunk tudatosak egy csomó mindenre, ami történik velünk, illetve amit mi csinálunk, amit válaszként reagálunk a környezetünkre. És a környezet az, megragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a környezet az nem csak a külső világot jelenti, hanem a belső környezetünket is, tehát a saját gondolatainkat is, amit ha elkezdünk megfigyelni, akkor észrevehetjük, hogy mi az, ami folyamatosan előjön, automatizáltan, és nem is gondolkozunk el azon, hogy vajon miért pont ezen gondolkozunk. Ez egy nagyon érdekes és értékes része volt már eleve ennek a pénteknek. Azáltal, hogy tanulunk valami újat, mi magunk is többé és újabbá válhatunk, ezt levezette többféleképpen az idegpályákon keresztül, hogy hogyan újul meg a szervezet. Az ismeretlen annyira stresszelni tudja a szervezetet, hogy kortizolt termel. Azt tudjuk, hogy a kortizol az adrenalinnal együtt abban segít, hogy üssünk, vagy fussunk, hogy életben maradjunk. Ez a
a veszély zónára a reakciója a testnek, ami tök jó, mert azért van, hogy megtartsa egyben és egészségesen a testet rövid távon. Tehát egy pár percig ezt képesek vagyunk tolerálni, utána kiürül a kortizol és az adrenalin a szervezetből, és visszaáll a belső egyensúly. A mai világban az a helyzet, hogy annyi stressz ér minket, és annyi stressznek megfelelő gondolat áramlik, akár csak a médiából is, hogy nagyon magas a kortizol szint, ami olyankor lekapcsolja például a növekedési hormont, ami segítene abban, hogy generáljuk újra és újra a jobbik énünket, egy egészségesebb testet. De mivel a kortizol magas, a növekedési hormon meg alacsony, ezért nem tudunk növekedni, nem tudunk gyarapodni, nagyon sokan ezért nem tudnak izmot építeni, mert túl stresszelik magukat. Érdemes megtanítani a testet arra, hogy az új az nem egyenlő feltétlenül a veszéllyel, és nem halálos. Azért, mert valami új, mert még nem csináltam, nem próbáltam, nem találkoztam vele, az nem jelenti azt, hogy akkor bele is halok szükségszerűen. Ez olyan, mint egy színház. A színészek ahhoz, hogy nagyon hitelesen játsszák el a darabot, a szerepüket, ahhoz elgyakorolják, elpróbálják újra és újra. Minél többet gyakorlod el, minél többet próbálod el saját magadat, hogy bizonyos helyzetekben hogyan tudsz viselkedni, hogyan tudsz még jobbá válni, hogyan tudsz a legjobb önmagadként funkcionálni, a tested ezt annál inkább komolyan veszi, annál inkább valóságként éli meg, és beállítja az idegpályákat, a hormonháztartást, a fiziológiádat arra, hogy aszerint működj, az új gondolat szerint tudjál működni. Egy másik kihívás abban, hogy változzunk, hogy vajon a környezetünk mit fog szólni. Ha te változol, akkor a környezeted, a környezetedben élők a saját programjaik szerint fognak reagálni rád, viszont az az ő dolguk. És amikor te változol, akkor már ők sem tudnak ugyanúgy reagálni, ahogyan előtte, mert te megváltoztál, tehát az előző énedre tudnak legfeljebb emlékeik szerint reagálni, amiből te észreveheted, hogy ez az előző énedre egy reakció, ezáltal még jobban tudod erősíteni magadban a változást. Fontos, hogy a környezetünk az ne tudja meghatározni azt, amilyenek mi szeretnénk lenni, és ne befolyásoljon az, hogy esetleg valaki mit gondol, vagy hogyan reagál mondjuk egy új ötletre, egy új gondolatra, egy új érzésre. Szó volt még a meditációról, arról, hogy hogyan lehet jól meditálni, vagy vannak, akik izgulnak amiatt, hogy nem meditálnak, vagy rosszul meditálnak. Azt mondta, hogy amint elkezded a gyakorlatokat, ezeket a belső eszmei, agyi gyakorlatokat, pusztán azzal, hogy elkezded megfigyelni, hogy mind gondolkozol egész nap, és figyeled magad, egy picit lehet, hogy furcsa eleinte, akár fárasztónak is gondolhatod, hogy oké, de arra kell figyelnem, hogy mire gondolok, miközben gondolok valamire. Egy idő után automatikussá válik, és már nem kell figyelni rád. Ugyanúgy megyünk végig itt is a tanulás lépcsőjén, és egy bizonyos szint után nem kell figyelned rá, ugyanúgy, ahogy biciklizni is megtanultál, ahogy autót vezetni megtanultál, nem kell ott lenned abban a dologban, mert automatikusan működik, és közben tudsz valami teljesen másra is összpontosítani. A meditációról még annyit elmondott, hogy amikor azt hiszed, hogy rosszul csinálod, akkor már tuti, hogy jól csinálod, mert elkezdted csinálni. Összefoglalva úgy mondanám, hogy a meditálást az csak jól tudod csinálni, ha csinálod, ha pedig nem, akkor rosszul. Szóval egyszerűen csak kezd el, és ne hagyd abba. Ez nagyon fontos. Mindenki arról számolt be, aki elkezdte, és most már, amikor készül a videó, akkor több mint egy hónapja nagyon sokan abban vagyunk, hogy minden nap legalább 1-2 órát reggel és este, akár napközben is meditálunk egyet a megfelelő gyakorlatokkal, és amit elmondtak eddig a többiek is, hogy aki nem hagyta abba, tehát azt mondta, hogy oké, még belerakok még 20 napot, még 10-et, még 30-at, még 40-et, azok megéltek valamilyen változást, ami után még erősebben bele tudták tenni magukat mindebbe, és megérte. Ha úgy érzed, hogy nincsen, napi 20 percet meditálnod kéne. Ha úgy érzed, hogy nincs 20 percet meditálni, akkor neked másfél órát kellene naponta. Mivel Joe sokat foglalkozik a tudománnyal, hogy tudományos megközelítésben hogyan néz mindez ki, amit ő alkalmaz, ezért elmondta, hogy egy elektromágneses mezőt építünk valójában, ugye ez mérhető a test körül, és
körülbelül olyan energiával kellene beledobni magad, mint a 4 éves a Batman pólóban, hogy elfogadod és elhiszed, hogy már pedig ez így van és működik. A 4 éves nem nagyon tudod megingatni abban a hitében, hogy ő Batman, ha már egyszer felvette a Batman pólót. Szó volt még természetesen a gondolatnak az erejéről, hogy meg tud betegíteni, de akkor meg is tud gyógyítani. Ezt nem is kell elfogadni, érdemes vizsgálni, és amikor ezt elkezded vizsgálni, már azon gondolkozol, hogy mind gondolkozol. Körülbelül ez volt az első nap, az első 2 óra. Lenyűgöző volt az, hogy Joe kiállt, és 2 órán keresztül én legalábbis úgy láttam, hogy minden segédeszköz nélkül beszélt. Persze már jó sokszor csinálta, és nagyon is éli ezt, és éli azt, amit tanít, de fantasztikus volt az, hogy mindenféle óra, mű és szerkezet nélkül azt a 2 órát azt nagyon jól tartotta. Szerintem úgy emlékszem, hogy egy kicsit bele is ment, tehát túl is lőttünk ezen az időkereten, aminek mindig is örültünk, hiszen nagyon jó hallgatni és nagyon jó tanulni az ő tanításait. Valahol ott fejezte be, hogy a stressz az meg tud betegíteni, hogy az el tudja vonni az energiánkat, nekünk pedig arra van szükségünk, hogy a jelen pillanatban legyen minden energiánk a fókuszunk, hogy tudjunk haladni, és tudjunk fejlődni, változni, és elmenni abba az irányba, ahova szeretnénk eljutni. Mivel ez egy teljesen váratlan dolog, ezért a testnek ez nagyon nagy stressz, és minden olyan stressz, ami jelentheti a testet, a környezetünket, az időt, a háromdimenziós világot, ezt mivel a tudatalattink, ami a testtel egyenlő, megpróbálja feldolgozni és kikerülni, kiküszöbölni, ezért úgy fogalmazott, hogy gondolj úgy a testedre, mint egy vadállatra, amit meg kell szelídíteni. És aztán annyit mondott, hogy és szombat-vasárnap pedig ezt a vadállatot mi megszelídítjük, és hogy garantálta mindenkinek, hogy ezen a hétvégén elkezd megváltozni az élete. Azt merem mondani most így 1 hónap távlatából, hogy ez eddig nagyon is úgy néz ki, hogy igaz. Természetesen nem állt meg a folyamat, és zajlik még tovább is, de arról is külön be fogunk számolni. Köszönöm a figyelmedet, és folytatjuk.